A sok hajdani szegény ember, a munkás, napszámos, uradalmi cseléd csak most jutott odáig, hogy magát és családját felruházza. A képek igazságán túl számok bizonyítják ezt a tényt is. 1954-ben 31%-kal több árut adtak el, mint az 5 éves terv első esztendejében. A főiskolán, amikor te textiles voltál, szóba került a divat is, tehát ti divattervezőnek készültetek? Hát akkor még nem így hívták. Akkor még ruhatervezők voltunk. Nekünk lett az a feladatunk, hogy összeszedjük az információkat külföldről, mindenünnen, és hogy ezt megfelelő szinten és megfelelő értelemben tovább adjuk az ipar megfelelő ágának, tehát amelyiket éppen tulajdonképpen illet. Te itt nem terveztél ruhákat, tehát nem ruhatervezéssel foglalkoztál. Is. De azzal is. Azt hittem, hogy csak a, nem csak, de hogy a divat nagykövete voltál tulajdonképpen. Én, drágám, mindennel foglalkoztam. Én tanítottam, én mindent csináltam. Én előadásokat tartottam az üzletekbe, a kereskedelembe, mindenhova mentem, ahol úgy éreztem, hogy a magyarok öltözködési színvonala olyan legyen, mint Párizs. Én ezt elvártam magunktól. Mi mindig nyugattól körülbelül 2 évet voltunk lemaradva. Hogy ki a nyugatra mehettetek már az 50-es évek végén, 60-as évek elején? Ez milyen érdekes? Ezért. Tehát nekünk össze kellett az információkat lopni, hogy csúnya kifejezésekkel. És akkor te jártál akkoriban már Párizsban, meg Londonban, meg én nem. Különböző országokban? Én nem. De a megfelelő emberek igen. A sétaút során felvonultak a karton, flokon és jersey ruhák legújabb modelljei. A hajó hölgyutasainak mind a 70 modell tetszett, és az különösen, hogy a legdrágább ruha sem került többe 300 forintnál. Állandóan hallották ezeket a dolgokat, hogy most mi a divat, mi lesz, hogyan lesz, miért kell így. Úgy mondta, én mentem mindenfelé előadásokat tartani, de nem csak én, más is volt az én azért vitatkoznék veled, Éva, egy picikét, mert én ez a divatot is olvastam hetente, mert akkor voltam kamaszlány, igen, meg a pesti divatot is rendszeresen olvastam, és azt láttam, hogy ezeket a ruhákat, amik ezekben az újságokban vannak, ezt sehol nem tudom megvásárolni. Hiába csinálta az ipar, nem rendelték meg a divatosat. Hány éves korodban találkoztál először a divattal?